Sziasztok! Rezsnyák Péter, kivitelező építész vagyok, a szaki ellenőr. És úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt a falazást, mert a múltkor sajnálatos módon nagyon belegyalogoltam egy fiatal kollégának a lelki világába, aki nagyon lelkesen falazgatta a saját házát, és hát egy-két téglakötés nem úgy jött neki össze, ahogy szerette volna. Ez az építkezés viszont ez a katasztrófa. Nem tudom, hogy ezt szakember csinálta, vagy műkedvelő, vagy esetleg a tulajdonos saját maga, de hogyha megnézitek ezt a házat, hát bizony itt azért vannak nagyon kemény dolgok. Itt meg lehet nézni, hogy hogyan sikerült a téglakötéssel elmenni. Gyakorlatilag szinte a teljes faltest szépen úgy falazódott, hogy fuga fugára esik. Aztán, hogyha megnézzük itt ezt a középső részt, itt, akkor itt jócskán egymásra esnek megint csak a fugák, aztán ott a jobb oldalon, ott megint csak nagyon-nagyon nem akarnak kijönni a téglakötések. Úgyhogy hát ez egy elég elkeserítő dolog, arról nem is beszélve, hogy itt hagyták ezt a szegény építkezést, esik rá a hó, veri az eső. Nem tragédia ez, de le kell téliesíteni, le kell takarni, meg kell óvni a téglát a nedvességtől, mert azért ez nem tesz neki hosszú távon jót. Még akkor sem, hogyha nem végzetes ez a úgynevezett salétromosodás, ami nyilvánvalóan nem salétrom, hanem különböző ásványi sók verődnek ki a felületre. De semmiképpen sem kéne így hagyni egy építkezést, mindenképpen le kéne takarni, hogy a nedvesség ne járja át, és utána az a kipárolgó nedvesség ne csúfítsa el a téglát. Igazából itt a téglakötés miatt álltam meg, mert úgy látszik, hogy még mindig van lejjebb. Tehát tényleg, ha megnézzük, akkor ez megdöbbentő számomra, hogy ilyen falazat készüljön az saját kézzel, vagy akár pénzért, vagy haveri alapon. Szóval, ha valaki nem ért hozzá, akkor ne készítsen falazatot. Ilyet, mert pláne nem. Én azt gondolom, hogy ez akár már tartószerkezeti gondot is okozhat hosszú távon, mert kap egy olyan erőhatást, egy aláázás, vagy akár egy földrengés formájában, ami nem tesz jót a szerkezetnek, és ott bizony repedések alakulhatnak ki. Egyébként ez egy nagyon jó kis mikrofonteszt is, mert eszméletlen szél van, rángatja ki a kezemből a selfie botot. Nagyon bízom benne, hogy ezzel együtt azért élvezhető lesz a hangerő. Rezsnyák Péter voltam, a szaki ellenőr. Sziasztok, építkezzetek jól!